van. Itt sincs. Itt sincs. Ó, hát itt vagytok, kedveseim. Elnézést, hát kerestem a következő mesekönyvet. Nati vagyok, és nagyon köszönöm nektek, hogy ma is csatlakoztok hozzám. A mai történet a piroska és a farkas lesz, és annyit elárulhatok, hogy néha kicsit ijesztő lesz. Szóval, ha a helyetekben lennék, fognám a kedvenc takarómat, és bebugyolálnám magamat, és talán a kedvenc plüss állatotokat is. Aha. De ne aggódjatok, hisz ez csak egy történet. És hadd biztosítsalak titeket, minden rendben lesz. Yeah. Készen álltok, barátaim? Kezdjük hát! Egyszer volt, hol nem volt, élt egyszer egy kedves kislány. Az anyukájával élt egy kunyhóban, az erdő szélén. Édesanyja nagyon szeretett varni neki, és egyszer készített neki egy gyönyörű piros köpenyt. És hadd mondjam el, hogy a kislány imádta ezt a köpenyt. A piros köpenyben evett, abban a köpenyben szedett zöldséget a kertben, játszott a faházban a babáival, és még abban a piros köpenyben is aludt. Soha nem akart megválni a piros köpenytől, és az anyukája végül is azt mondta, kislányom, te annyit hordod ezt a piros köpenyt, hogy mostantól piroskának fogunk hívni. És attól a naptól kezdve a kislányt piroskának hívták. Piroska épp a faházában játszott teapartit a kedvenc babáival, amikor hallotta, hogy anyukája hívja őt. Piroska, gyere le, légy szíves! Beszélnünk kell! Piroska hallotta anyukája hangjában, hogy valami bántja őt. Mi bánt, édesanyám? Kérdezte Piroska. Szeretném, ha átmennél nagymamához, az erdő másik végére. Ő nem érzi mostanában jól magát. Készítettem neki friss süteményt. Szerintem ettől majd sokkal jobban lesz. Ez a feladat Piroskának mosoly csalt az arcára, hisz ő nagyon szerette a nagymamáját, aki az erdő másik felén élt egy kis kunyhóban. És ők nagyon szerették egymást. Nektek van nagymamátok? Yeah! Na de gyerünk vissza a sztorihoz! Szóval az anyuka odaadott Piroskának egy kosár süteményt, és emlékeztette őt. Mindig figyelj és emlékezz! Maradj az úton, ne tér le róla, s menj egyenesen nagymamához, és ne állj szóba idegenekkel. Szóval a kis Piroska elindult. Nem félt, hisz ő már sokszor megtette az utat nagymamához. Ment, mendegélt keresztül az erdőn. Nem is tudta, hogy nyomában járt egy nagy, gonosz, ijesztő farkas. Piroska lépteit a farkas követte, s mindig egy lépéssel közelebb ért hozzá. Jó reggelt, kislány! Mondta a nagy, gonosz, ijesztő farkas. Nagyon csinos vagy a kis piros köpenyedben. Ó, köszönöm, farkas úrfi! Anyukám készítette nekem. Ó, nem! Emlékeztek, mit mondott Piroska anyukája? Azt mondta, ne állj szóba idegenekkel. Nem igaz? Viszlát, farkas úrfi! Megyek a nagymamámhoz. Nem érzi túl jól magát, és anyukám készített neki süteményt. S én megyek, felfrissítem egy kicsit. Viszlát! Azzal a kislány ment, mendegélt tovább a kis köves úton. A farkas rajta tartotta Piroskán a szemét egész idő alatt. És tudjátok mit? Az a nagy gonosz farkas eltervezte magában. Hú, az a kislány pont jó édes falat lesz a számomra. Mi lenne, ha megenném ebédre? Utána nem lennék éhes egy jó darabig. De a farkas nem állt meg itt. Megint megállította az úton. Ó, hát itt vagy, kis Piroska. Észrevettem, ha letérsz az útról. Csak egy kicsikét. Láttam ám, hogy nőnek arra gyönyörű szép vadvirágok. És hát, Piroska, hát nem örülne a nagymama, ha vinnél neki gyönyörű virágokat? Ó, igen, farkas úrfi, mondta a kislány. A virágok tényleg felvidítanák nagymamámat. És a nagy, gonosz farkas ügyesen letérítette Piroskát az útról. Míg Piroska azzal volt elfoglalva, hogy nagymamájának szedje a virágokat, farkas amilyen settenkedő és számító volt magában.
Átmegyek nagymamához, és őt fogom először megenni. És aztán elbújok a házban, és szépen megvárom, míg Piroska megérkezik, és aztán őt is megeszem. Micsoda egy ennyire éhes, gonosz, nagy, rossz indulatú farkast, és végül elért a nagymama házához, és bekopogott az ajtón. Ki az? Kérdezte a nagymama az ágyában feküdve. Én vagyok az. Piroska vagyok. Mondta a farkas elváltoztatott hangon. Hoztam neked finom süteményt, hogy jobb kedvre derítselek. Ó, kicsi kedveském, az ajtó nincs bezárva. Gyere csak be. Túl gyenge vagyok ahhoz, hogy felkeljek. Nos, itt és most lesz a történet nagyon ijesztő. A farkas berontott, de olyan gyorsan vicsorogva a nagy éles fogaival, és felfalta a nagymamát. Ó, istenkém! Gyorsan felvette a nagymama hálóingét, és úgy álcázta magát, hogy úgy fessen, mintha ő lenne a nagymama. Beugrott nagymama ágyába, várva szegény kis Piroskát, hogy megérkezzen. Ezzel egy időben Piroskának sikerült leszednie a legszebb vadvirágokat nagymamájának. És már majdnem megérkezett a házhoz. Mikor végre megérkezett, egy kicsit félt. Ugyanis elfogta egy rossz érzés. Nagymama! Piroska besétált a házba, egyenesen nagymama szobájába. Farkas így szólt. Ó, kedvesem, ne gyújts fényt, nagyon beteg vagyok. És a fénytől megfájdul a fejem. Gyere csak ide hozzám, aranyoskám, hadd öleljelek meg szépen. Ó, nagymama, hoztam neked finom sütit és virágokat, hogy jobb kedre derítselek. Piroska közelebb lépett, hogy megölelje őt. Csak akkor vette észre a füleit. Ó, milyen nagy füleid nőttek, nagymama. Hogy jobban halljalak, kedvesem. Annak ellenére, hogy sötét volt, a szemei mégis jól látszottak a szobában. Nagymama, milyen nagyok a szemeid? Hogy jobban lássalak, kedveském. Nagymama, nyisd ki a szád. Adok neked finom sütit. Ó, nagymama, milyen nagyok a fogaid. És akkor, és abban a pillanatban a farkas egyszer csak felült és felüvöltött, hogy jobban megehesselek vele. Piroska úgy megijedt, ő sikított és sírt. Ne, gonosz farkas úrfi, ne bánts! Olyan gyorsan kiszaladt a házból, amilyen gyorsan csak tudott. Szaladt gyorsan az erdőbe, amíg egyszer csak egy sátorhoz és egy tábortűzhöz ért, ahol egy vadász üldögélt. Piroska elmesélt neki mindent erről a lehetetlen helyzetről, és a vadász így szólt, na hadd nézzem csak meg magamnak. Ő bement a házba, és észrevette, hogy a farkas az ágyban fekszik. Álcázni próbálta magát. Farkas, ide figyelj! Te faltad föl a nagymamát? A vadász rászólt keményen a farkasra, és követelte, hogy köpje ki a nagymamát. De most izibe! A farkas sírt üvöltött. Szedd ki belőlem, de csak a testemen keresztül! A vadász bemosott a farkasnak egyenesen az oldalba, és hol meghúzta a farkát, és a farkas szépen kiköpte a nagymamát. Ne aggódjatok! A nagymamának nem esett baja. Teljesen rendben volt, de így aztán lett egy jó kis sztoria, amit azóta is mesél. Piroska és a nagymama ettek a finom süteményből egy kicsinke kis tejjel, mielőtt Piroska hazaindult. Mikor Piroska elindult, így szólt magában. Mostantól megfogadom, hogy soha többet nem léptek le az útról, amin járok. Soha, soha többé, és nem állok szóba idegenekkel. Köszönöm, hogy csatlakoztál hozzám itt a Roberto Család csatornáján. Reméljük, tetszett a történetünk Piroska és a farkasról. És ne feledjétek, soha ne térjetek le az útról, és főleg soha, de soha ne álljatok szóba idegenekkel. Sziasztok, kedveseim! A következő mesénkig! Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, ha tetszett a mesénk, és nyomjátok meg a csengőt, hogy értesüljetek! Egyszer volt, hol nem volt, Gombafalva földjén egy ideje már minden békés és nyugodt volt. A várost a varázslatos holdkő védte,
ami egy óriási gomba alatt pihent. Gombafalva virágzott a gyönyörű színes gombákkal, és mindenki élvezte az élet egyszerű dolgait. Hú! Olyan gyorsan nőnek a gombák a kertben, és nézd csak, olyan szépek! Tényleg azok. Ó, úgy tűnik nem sokára esni fog. Azt hiszem sietek, és szedek egy keveset, és készítek gombás pizzát. Állj! Ne szedd le a gombákat! Miért ne szedjem? Gombafalvában gyorsabban nőnek a gombák, mint a villámok vihar idején. Bőven van elegendő gombánk, jut belőle mindenkinek. Nem ez a probléma, Piroska. Van valami, amit nem tudsz a mi kis falunkról. Nem minden tökéletes gombafalvában. Mi a probléma? Sok-sok éve ott áll az erdő szélén gombafalva legnagyobb fája. És ebben a fában lakik egy varázsló, aki mindig, mikor esik az eső, összegyűjti az esővizet, és összekeveri gombákkal, hogy varázsitalt készítsen belőle. Amit úgy hívnak, hogy... Esőgombafőzet! Gombafalván van egy nagy fa, benne él egy varázsló. Ha eső jön, számolni kezd egy, két, hát. Az esőgombafőzettől te cuki leszel. Oké. És mi van ezzel az esőgombafőzettel? A főzetet eredetileg jó célra készítették. De hallottál már arról, hogy jóból is megártasok? Nos, hallottam a piacon, hogy a nagy gonosz farkas ivott az esőgombafőzetből. És most operadalokat énekel, és lábujjhegyen lépdel a virágos kertben. A farkas édes lett, mint egy kiskutya. Nos, az jó dolog, nem? Mostantól nem kell aggódnunk, hogy megint milyen galibát okoz. Szépen hangzik, de igazából nem az. Mindnyájunknak másmilyennek az érzéseink és a személyiségünk, és ez tesz minket különlegessé. Az esőgomba főzet, aki megissza, elveszíti azt, aki igazából. A farkas örökké szuper édes lesz, de soha többé nem lesz önmaga. Fontos, hogy önmagunk legyünk. Még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy kicsit rosszak, vagy rossz kedvűek vagyunk. Valódi énünk teszi érdekessé és élettel telivé a világunkat. Ha egy teljesen jó világban élnénk, az élet idővel valószínűleg kicsit, hát, unalmas lenne. Na, ne érts félre! Nem szeretnénk, hogy gombafalvának bármi baja legyen a nagy gonosz farkas miatt. A farkas csibész viselkedése segít minket eligazodni a világban, tanulni és fejlődni, értékelni a jó dolgokat, és egyre bátrabban viselkedni, igaz? Szükségünk van a segítségedre, Piroska! Segítenünk kell a farkason, és vissza kell őt fordítanunk régi gonosz önmagához! Piroska, Piroska, kalandra hívunk megint, hogy megtaláljuk az ellenszert. Mert minden cugiság csak család, az egyensúly nem vitás. Igazatok van. Jónak lenni csodálatos, és tudom, hogy Farkas úr korábban ijesztő volt. De, hogy kedves lett, az sokkal rosszabb. Megteszek minden tőlem telhetőt. És egyébként, bár morcos és harapos tud lenni, tudom, hogy valahol igazi szív lakozik benne. Ne aggódjatok, kitaláljuk, hogyan állítsuk vissza az egyensúlyt gombafalva. Ha megfejtjük, mi jó, mi rossz, fejlődünk minden nap. Ha megfejtjük, mi jó, mi rossz, tanulunk minden nap. Én tudom, merre van, tudom, merre kell menni. Az állatok tudták, hol található az utolsó reményvirága. Amikor a virággal megcsiklandozzák annak az orrát, aki ivott a varázsfőzetből, a főzet erejét veszti, és visszatér a jó és a nem túl jó egyensúlya, bárki is volt a varázsital hatása alatt. De ennek mielőbb meg kell történnie. Remélem, Piroskáik sietnek, és a nagy cuki farkas óra alá tolják ezt a virágot. Gyerünk, srácok! Hegyeken, völgyeken és folyókon kell átkelnünk.
eltökélt szándékkal, hogy helyreállítsák az egyensúlyt gombafalván, Piroska és barátai útnak indultak. Útközben Piroska varázserejével segített átkelni minden veszélyes akadályon. Aztán végre a kis csapat elérkezett a hegyekbe, Buddha nagymama kunyhójához, amiben az utolsó remény virága nyílik. Kedvesek! A világ egyensúlya most tőletek függ. Fogjátok ezt a virágot, és csikrandozzátok meg vele a farkas orrát. Végül is lehet, hogy nagy és gonosz farkas bekalandokat hoz az életünkbe, és mindig értékes leckéket ad, amíg megoldjuk a feladatokat. Anyukám mindig azt mondta, hogy minden mesében van egy fordulat, amit el kell érni. Itt az ideje, hogy próbára tegyem csiklandozó képességeimet. Ki tudhatta, hogy kalandjaim során még a végén farkas csiklandó is leszek? La donna immobile, qual più mal vento. Ide figyeljetek! Az a sok tánc és az opera dallamok éneklése eléggé megviseltek. Most hazamegyek pihenni. De... Köszönöm, Piroska. Megmentettél attól, hogy örökre édes és cuki maradjak. De ne szokjatok hozzá! Amikor felébredek, visszajövök és újból megkergetlek titeket. Amint a nagy rossz farkas eltűnt az erdőben, Piroska és barátai mosolyogtak. Egy pillanatra meglátták a nagy gonosz farkas hálás tekintetét. Megértették, hogy bár a kihívások és nehézségek mind az élet részét képezik, ezek teszik érdekessé és értelmessé az életet. Gombafalván van egy nagy fa, benne él egy varázsló. Ha eső jön, számolni kezd egy, két, hát. Az eső gomba főzettől te cuki leszel. Piroska, Piroska, kalandra hívunk megint, hogy megtaláljuk az ellenszert. Mert minden cukiság csak család, az egyensúly nem vitás. Piroska, Piroska, mindegyediek vagyunk, másként nincs hozzánk hasonló. Ha megfejtjük, mi jó, mi rossz, fejlődünk minden nap. Ha megfejtjük, mi jó, mi rossz, tanulunk minden nap. Gombafalva varázslatos falucskájában, ahol mindenféle színű és méretű gombák nőnek, Piroska éppen úton van, hogy meglátogassa bölcs barátját, a baglyot. Szia, bölcs bagolyka! Hogy mennek a dolgok gombafalván? Hoztam friss csokis sütit a kedvenc baglyomnak. Ó, Piroska! Örülök, hogy itt vagy! A víz a városi víztárolóban kezd veszélyesen alacsony lenni. Ha kifogyunk a vízből, akkor a város és mindenki, aki itt él, hamarosan hatalmas veszélynek lesz kitéve. Nyugodj meg, kis tollas barátom! Hogy lett ilyen alacsony a víz? A farkas megint itt ólálkodik a város körül. Láttam őt a városban két egymást követő este, és nagyon sokat ivott. Azt hittem, hogy hallá változott. Ó, az az öreg ravasz róka! Sosem tanulja meg a leckét! Bár, hogy is? Én nem szeretek pletykálni. Tényleg nem. De nem vagyok biztos benne, hogy csak ő a hibás mindazért, ami a vízzel történik. Láttam egy pár falusit a héten, akik a víztartály felé jártak. Nem tudom, hogy csak arra felé beszélgettek, vagy éppen több vizet vettek el, mint amennyi járna nekik. Bárhogy is van, tennünk kell valamit. Te tényleg nem vicceltél, bölcs bagoly? Nézd, a víz szintje nagyon alacsony. Valakinek erre magyarázattal kell szolgálnia. Gyerünk!
üdvözöllek! Mit szólnátok egy gyümölcskéhez ezen fantasztikus napon? Te is légy üdvözölve, papagájasszony! Észrevettél bárkit mostanában, aki túl sok vizet használ? Nem, én nem. Én mindig csak annyit használok, amennyit lehet. Őszintének tűnik. Én is azt hiszem. Van egy víztolvajunk? Úgy tűnik. Igen. De ne aggódj. Piroska segítségével megoldjuk ezt a rejtélyt. Hogy van, Pék úr? Hú, most készültem el 3 süteménnyel, 1 pitével és 12 veknyi kenyérrel. Ez egy nagyon sűrű nap volt. Nekem ő gyanús. A Péknek nagyon sok vízre van szüksége ahhoz, hogy ilyen sokat készítsen. Lehet, hogy a Pék az, aki túl sok vizet használ. Te használtál extra mennyiségű vizet? Többet, mint amennyi engedélyezett? Hát természetesen nem. Ott van bent a pékség falán az összes szükséges hozzávaló. El lehet olvasni. Én minden utasítást betartok. És soha nem pazarlom az összetevőket. Beleértve a vizet sem. És soha, soha nem veszek el többet, mint a részem. Szeretnél esetleg bejönni és leellenőrizni? Nem, Mr. Pék. Mi megbízunk benned, hogy az igazat mondod. A város most már nagyon kifogyott a vízből. És ha azt szeretnénk, hogy továbbra is készüljenek azok az ízletes fahéjas tekercsek, ami az én kedvencem, akkor meg kell találnunk a víztolvajt! Itt vagytok! Csak nem azért jöttetek, hogy pénzt kérjetek ahhoz az új faházhoz? Nem, nem, Mr. Bankár! Valaki a héten sokat lopott a várostól. Lop? Úgy érted, egy bankrabló? Nem, ez a tolvaj nem pénzt lop. Ő minden este vizet lop. Van egy víztolvajunk. A víztároló majdnem kiürült, és nagyobb gondoknak nézünk elébe, mint hogy valaki lop a bankból, vagy adós lesz egy új faházra. Nem sokára végzetesen ki fogunk fogyni a vízből. A vízszint hamarosan eléri... A... Leszállt az este, és Piroska és Bölcsbagoly barátja úgy döntöttek, hogy kimennek a víztározóhoz őrködni. Elbújtak egy bokor mögé, és egyszer csak látják, amint a farkas belopakodik a városba, és egyenesen a tartályhoz settenkedik, és gyorsabban korcsolja a vizet, mint ahogyan a nagymamát nyelte le annak idején. Hoppá! Az összes víz az enyém. És annyit iszok, amennyit csak akarok. Ott van! Ő a víztolvaj! Rajta kaptuk az enyves kezüt. Mármint képletesen, Piroska. El kell kapnunk, és megvédenünk a maradék vízkészletünket. Ravasz farkas, itt tolákolsz. De megvédjük a vízünket, és nem félünk. Törzs a tartály meg citrommal. Savanyú, keserű, savanyú, facsaró, csípős, hisz a citrommal! És tesd meg a farkas arcát! A városlakók és Piroska összedugták a fejüket, és kieszeltek egy tervet, hogy túljárjanak a nagy gonosz farkas eszén. Gombafalva lakói fantasztikus csapatmunkát végeztek együtt. Leeresztették a megmaradt vizet, és feltöltötték a tartályt, fanyar ízű citromlével. Jó, öreg, savanyú, sűrű citromlével, amitől minden farkasnak elmegy a kedve a vízcsenéstől. Facsaró csípős íz a citrommal! És tesd meg a farkas arcát! Ma este kiderül, hogy működik-e a tervünk. A nagy, gonosz farkasnak meg kell tanulni a leckét egyszer s mindenkorra. Ne szórakozzon gombafalvával! Ismét leszállt az éjszaka, és a farkas belopakodott a városba, és egyenesen a víztartály felé vette az irányt. Elkezdi kortyolgatni a tartály tartalmát, mint az előtti estéken.
De most egyszerűen citromot nyelt. Mi ez? Mi ez a rossz ízű vacak? Istenem! A városlakók mind figyelték a farkast a búvóhelyükről, és halkan kuncogtak, ahogy a farkas nagy dirrel-durral ismét kereket vadott, és fogadkozott, hogy soha többé nem tér vissza Gombafalvára. Így van! A farkas eszén ismét túljártak Piroska és Gombafalva lakói. A nagy, gonosz, ijesztő farkas ismét tanulhatott egy nagyon fontos leckét aznap este. Rájött, hogy ha önző módon viselkedik, az általában rossz véget ér. Azzal, hogy többet vett el, mint amennyi jár, azzal mindenkinek rosszat tett a városban. Attól fogva a farkas megértette, hogy mások tulajdonát is tisztelje, és a csapatmunka mennyire fontos, nem csak neki, hanem Gombafalvának is. Nem szabad mindig csak elvenni, adni is kell, és megosztozni másokkal. Megcsináltuk, Piroska! Megcsináltuk! A holdkő megtöltötte nekünk a víztartályt, és biztonságban vagyunk. Nem hiszem, hogy a farkas egyhamar ismét Gombafalvába jön galibát okozni. Ravasz farkas, itt ólálkodsz! De megvédjük a vízünket, és nem félünk. Töltsd a tartályt meg citrommal. Savanyú, keserű, savanyú, facsaró, csípős, hisz a citrommal. És tesd meg a farkas arcát! Meg tudod csinálni, meg tudod csinálni, meg tudod csinálni, meg tudod csinálni. Egyszer volt, hol nem volt, egy elvarázsolt erdő közepén. Volt egy kis falucska, amit Gombafalvának hívtak. Kisállatok egy csapata rátalált egy ragyogó holdkőre, megbújva egy óriási gomba mögött. Amint az állatok megérintették, a holdkő varázslatosan beszélni kezdett. Azt ígérte nekik a holdkő, hogy megvédi őket, és fényességgel ragyogja be Gombafalvát. Attól a pillanattól kezdve Gombafalvát gyönyörű fényesség vette körül, mintha mindig rengeteg csillag ragyogna az égen. Az erdő virágzott. A gombák hatalmasan nőttek, a mindig meleg, lágy, szelíd fényességben. A falu állatai tudták, hogy fontos küldetésük van. Mindig őrt kell állniuk és megvédeniük a holdkövet. Addig, amíg a holdkő az óriási gomba mögött van, addig Gombafalva tovább tündökölhet teljes pompájában, megvédve ezzel az ott élő állatokat, akik az otthonukként tekintettek rá. Egy napon Piroska épp az erdőben sétált hazafelé, a nagymamájától sétált boldogan hazafelé anyukájához. Miért sírsz, kisbagoly? Mi történt? Mi a baj? A gonosz farkas belopakodott a falunkba. Úgy átszázta magát, mintha a nagymamád lenne, és ellopta a varázslatos holdkövünket. Az az alattomos farkas. Egyszer engem is jól átvert. Akkor is nagymamámnak átszázta magát. De azok a nagy szemek, nagy fülek, hatalmas fogak, és az a bűzös lehellete elárulta őt. Most mindennél jobban szükségünk van a segítségedre, drága Piroska. Egész Gombafalva számít rád. Gombafalva hatalmas veszélyben van. Veszélyben? De hát hogy tudta a farkas ellopni a holdkövet? És hogy lehet Gombafalva veszélyben? Gombafalva közepén volt egy varázslatos holdkő, ami megvédett és beragyogott mindent. De egy napon az a nagy, gonosz, ijesztő farkas ellopta a holdkövet, és az erdős sötétségbe burkolózott. A holdkő nélkül Gombafalva veszélyben van. A színes gombák lassan elveszítik a fényüket, és az erdő sötét lesz, és szomorú. Piroska szíve egyre csak gyorsabban dobogott az elszántságtól. Nem engedhetjük, hogy megússza ezt a tettet. Gombafalvának szüksége van a holdkőre. Kitalálom, hogyan szerezzük vissza, és megmentjük az otthonotokat. Te olyan bátor vagy és kedves, Piroska. Mi hiszünk benned.
Azt hiszem, tudom, hogy hol bujkál a farkas. Egy barlangban tanyázik, milyen, a sötét erdőben. De jól vigyázz, ő nem adja fel egy könnyen. Egyet se félj, kisbagoly. Együtt mi felkutatjuk a farkast, visszaszerezzük a holdkövet, és visszahozzuk gombafalvába. Meg tudjuk csinálni. Piroska gombafalva, csak tered már. Ments meg minket, kérünk szépen, csak rajtad áll. Jó utoljesz, piroska, menj tovább. Találd meg a farkast és ne hátrálj. Szerezd meg a holdkövet, egy hős vagy nem vitás. Piroska gomba falva, csak tered vár. Ments meg minket gomba falván, csak rajtad áll. Jó utoljesz, piroska, menj tovább. Találd meg a farkast és ne hátrálj. Szeredd meg a holdkövet, egy hős vagy nem vitás. Közeledve a barlanghoz, érezni lehetett, ahogy a gonosz jelenléte átjárta az erdőt. Piroska összehúzta a kapucniát, a kis társasága pedig menet közben közelebb húzódott hozzá. Bent a barlangban sötét volt, de egyszer csak meglátták a farkast. Éles fogak és mély félelmetes morgás hallatszott. Lám, lám, lám. Hát kiket sodort ide a szél, kedves piroska, és az ő tollas barátja? Jöttetek, hogy hőst játszatok és megmentsétek a drága látos gombafalvátokat? Eljöttünk, hogy visszavegyük tőled, amit elloptál, gonosz farkas. Gombafalva megérdemli, hogy visszakapja a fényességét, és nem fogom hagyni, hogy az utunkba állj. A farkas gúnyosan rávicsorgott az éles fogaival. Ó, hát ez nagyon bátor tőled, kis piroska. De attól tartok, te nem vagy ellenfél nekem. Ne akaszd össze a bajszodat velem, Mr. Farkas, és ne szórakozz gombafalvával. Hátrébb az agarakkal, piroska. Fogalmat sincs róla, mennyire félelmetes is tudok ám lenni. Ó, jut eszembe. Egy kicsit megéheztem. Nincs véletlenül nálad egy kosárka sütemény? Sütemény? Sajnálom, farkas úrfi, de épp egy küldetésen vagyunk, ha nem látnád. Most nincs időnk süti délutánra. Lehet, hogy kicsi vagyok, de a szívem lángja gombavárosért lobog. Erdei barátom segítségével és piros kapucnim titkos varázserejével győzedelmeskedünk bármilyen sötét erő felett, és visszaszerzem gombafalva fényességét. Ahogy kiejtette ezeket a szavakat, piroska megpördült és kiengedte titkos varázserejét. Ahogy pörgött, forgott, valami varázslatos dolog történt a barlangban. Megremegett a föld, a sziklák megrepettek, és a barlang egyszer csak beomlott. A farkas pedig bent rekedt a nagy kövek mögött, a barlang belsejében. Viszont az ellopott holdkő a másik oldalon maradt épségben, hogy piroska el tudta érni. Tel is tele örömmel és sikerélménnyel, piroska magához ölelte a holdkövet, és szaladt haza bagoly barátjával gombafalvába. Megcsináltad, drága piroska! Gombafalva örökkön örökké hálás lesz neked. Te egy igazi hős vagy! Hülye betyár mindenit! Hát micsoda egy sztori! Piroska és kedves bagoly barátja visszatették a holdkövet az óriási gomba mögé a helyére, és varázsütésre gombafalva fénye újra felragyogott. A falucska újra kivirágzott, a gombák ismét fényesen beragyogták a vidéket. A vidámság és a boldogság újra visszaköltözött az ott lakók szívébe. Ez a történet igazi emlékként szolgált az állatoknak a barátságról, a bátorságról és arról, hogyan nézzenek szembe a sötétséggel, hiszen a fény mindig utat tör magának. Így történt ez Gombavárosban is. Egyszer volt, hol nem volt.
Egy távoli mesebeli falucskában élt egyszer egy kislány, akit Piroskának hívtak. Egy napon édesanyja megkérte Piroskát, hogy menjen át a nagymamájához, és vigyen neki egy kosár süteményt. Anyukája azt mondta Piroskának, hogy nagymamája nem érzi túl jól magát, és a finom süteménytől majd jobban fogja érezni magát. Piroska, légy óvatos az erdőben, ne állj szóba idegenekkel, és maradj mindig az ösvényen. Úgy lesz, anyám. Úgy örülök, hogy láthatom nagyanyót. Se perc alatt jobban lesz, ha megkóstolja a híres almás süteményed. Piroska elindult az úton. Az ég nagyon szép kék volt. Madarak csicseregtek. Az út menti öreg fák szépen hajladoztak a szélben. Piroskának úgy tűnt, hogy az idős fák egyenesen nagymama házához vezetik őt. Leszek. Piroska, az úton jól figyelj, a farkas követ, itt van már közel. Maradj az ösvényen, lenne tép, vagy a farkas elkap, ha utolér. A farkas követte a kislányt, és azt tervezte, hogy felfalja. Úgy gondolta, hogy gyorsan átszalad nagymama házához, mielőtt Piroska odaér. Na most! Piroska nagymamájának elromlott a telefonja, emiatt nem is tudta, hogy Piroska úton van felé, és délután látogatóba érkezik hozzá. Szóval nagymama közben elhagyta a házat, és elindult az orvoshoz, hogy felirasson magának gyógyszert a csúnya köhögésére. Így a ház üresen maradt. A farkas kiszúrta, hogy nagymama elment otthonról, és beosont a házba, amíg Piroska megérkezett. La 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 la. Nagymama, én vagyok az, Piroska vagyok. A farkas nagymamának átszázta magát, és ajtót nyitott. Hello, hello, kedveském. Gyere be, gyere be. Nagymama, milyen nagy füleid vannak? Ó, hogy jobban halljalak, kedveském. Nagymama, milyen nagy szemeid vannak? Hogy jobban lássalak, kedveském. Ha. Nagymama, milyen nagy fogaid vannak? Hogy jobban megehesselek vele, kedveském. Segítség! Valaki segítsen rajtam! Fú. Te csak fúss, a farkas már közel, anyomodban. Fuss erre felé, most arra felé, légy bátor, kislány, mindig hazaér. Bal vagy jobb, te döntesz, fuss tovább az ösvényen. Meg ne állj, a vadász is jön már, és rád talál. A vadász is jön már, és rád talál. A vadász is jön már, és rád talál. Hé, hey, farkas! Mi a helyzet? Miért akarod Piroskát ebédre? Én csak kéhes voltam, ne hibáztass ezért. Figyelj, farkas, hát nem tudtad? Máshol is jól lakhatsz. Van egy hamburgeres egy kicsit arrébb a sarkon. Nem kell ártatlan kislányokat megebédelned. Oké, sajnálom. Most, hogy a hamburgerest említetted, vannak jó csirkeszárnyaik?
Sajnálom, és mondd meg a kislánynak is, hogy ne haragudjon. Bocsánatkérés elfogadva. De legközelebb. Nem leszek ilyen elnéző veled. Piroska megköszönte a vadásznak, hogy megmentette. És a vadász figyelmeztette, hogy mindig figyeljen oda a környezetére, és soha ne álljon szóba idegenekkel. Ahogy hazafelé sétáltak, a fák ismét szépen hajladoztak a szélben. Így aztán jó vége lett ennek az ijesztő mesének. Piroska az úton, jól figyelj, a farkas követ, itt van már közel, maradj az ösvényen, lenne tér, vagy a farkas elkap, ha úttól ér. Piroska az úton, jól figyelj, a farkas követ, itt van már közel, maradj az ösvényen, lenne tér, vagy a farkas elkap, ha úttól ér. Már közel a nyomodban, fuss erre felé, most arra felé, légy bátor, kislány, mindjárt hazaérsz. Bal vagy jobb, te döntesz, fuss tovább az ösvényen, ne nézz hátra és meg ne állj, a vadász is jön már és rá. A vadász is jön már, és rád talál. A vadász is jön már, és rád talál.